Ha jól tudom, és jól olvastam, ezzel a filmmel kezdődött el a filmes pályafutásod. Hát, hogy gyorsan válaszoljak rá, igen, ezzel kezdődött el. Én a képzőművészeti főiskoláról jöttem át a színművészetire. Az egy bonyolult történet volt, mert mi ottan a szocialista realizmusban éltünk, és a műcsarnokban voltak a nagy kiállítások, és oda vonultunk ki. És egyszer csak megérkezett a körhinta, és a Hannibál tanár úr. És arra emlékszem, hogy akkor az egész főiskola, mind a három emelet összes folyosója nyüzsgött és izgatottan ezt tárgyaltuk, hogy mi érkezett itt ide most, amit... Mert ugye a szocialista realizmus az más volt, ott lobogtak a zászlók, és a kiállításon, a kiállított képek közül mindig kettőt-hármat levettek. Akkor működő ellenőrök. És megérkezett ez a két film. Fábri Zoltán, Körhinta, fantasztikus, Hannibál tanár úr, fantasztikus. És akkor elkezdődött egy olyan dolog, nekünk volt egy baráti körünk, Csor Gáspár, Németh Attila, sajnos nem él egyik kollégám sem már, az egyik grafikus volt, a másik pedig szobrász, az egyik operatőrnek készült, a másik filmrendezőnek. A Csor Gáspár az egy fantasztikus tehetségű ember volt, ha ő él, akkor a magyar filmnek nem ez a sorsa, az biztos, mint ami most van. És akkor ugye elkezdődött a dolog, hogy a képzőművészet az egy nagyon elkezdett, megfáradt, ez a szocialista realizmussal nem lehet mit kezdeni, ez nem, mindenki nem tud, ami mozdulás volt, annak a fejére ütöttek, most is. És akkor, hát hogy akkor a Csor Gáspár azt mondta, hogy ő filmrendező szeretne lenni, és át akar menni a főiskolára. És ő át is ment. Harmadévben, de közben mi csináltunk ilyen etüdöket ott. A Németh Attila kapott Angliából a rokonoktól egy ilyen 8 mm-es kis felvevőt, és azzal ottam. És akkor engem megkértek, te szeretsz hülyéskedni, azt mondja, gyere el, és akkor játszd ezeket az etüdöket. Na jó, hát gyerekek, hát haverok vagyunk, hát játsszuk, hát mi ezt megcsináltuk. És akkor ezeket a megcsináltuk az etüdöket, és akkor a Gazi elment, és elment az Attila, és onnantól kezdve elkezdtek gyúrni engem, hogy én jöjjek át a színművészeti főiskolára. No, nem húzom a történetet, átmentem a színművészeti főiskolára, fölvettek, egy fantasztikus tanár, az Ádám Otto osztályába kerültem, mert ugyanis az Einstein azt írta le, hogy meggyőződésem, hogy a világnak semmiféle gazdasága se tudja az emberiséget előre mozdítani. Csak is nagy és tiszta személyiségek példája képes nemes felfogást és tetteket előidézni. A főiskolán, a képzőművészeti főiskolán Bernát Aurél, Barcsai Jenő, Metti János voltak az én mestereim, és azoknak is, akik oda jártak. Tehát ez a szellemi anyag, magasztán. ez megvolt. Tehát így kerültem át a színművészetire, és akkor ott másodévben, ugye harmadévben engedik ki a főiskolásokat dolgozni. Hát én másodéves voltam, pontosabban hatodéves, mert ugye nekem már onnan is volt 4 évem, itt 2, és akkor Fábriék megkerestek, hogy én nagyon sok főiskolás etüdbe játszottam, film főiskolások, rendezők etüdjeibe játszottam, és hát ezeket a Fábri, ő tanár volt, azt hiszem, valahol ott a környéken. Tehát ő ezeket nézte, és ott látták, hogy van itt ez a Vékony Jürge, ezt kellene nekünk ebbe a filmbe. És akkor kimentem, a Pasaréti filmgyár udvarán volt egy próbafelvétel, megcsináltam, fölvette be, elkezdődött a film. És hát fog, majd azt látni fogják, amit megcsináltunk, úgyhogy. De mielőtt tovább mennék, szeretném szeretettel megölelni mindazokat a jeles kollégámat, aki már nem lehet itt. Sinkovics Imre, Molnár Tibor, Garas Dezső, Szendrő József, Egri István, Rajzi János, és az egész csapat. És a csapatra vigyázó katonák közül is sokan. Úgyhogy én most fejet hajtok előttük. Nagyon szerettem őket, és ők nagy kíváncsian nézték, hogy ki ez a vékony gyerek, aki itten ismeretlenül
aztán megszerettek, aztán ők is megöleltek engem. No, tehát ez a dolog így történt, bekerültem ebbe a filmbe, és akkor hát sok minden történt, ott a Budaörsi lőtéren voltunk, és ott nyár volt, de nekünk novembert kellett játszani, úgyhogy ilyen pufajkákba járkáltunk, úgyhogy nagyon kellemes nem volt a dolog. Kérdeznék valamit, Fábri Zoltánnal későbbi filmjeiben is játszottál. Milyen volt dolgozni, mint színésznek? Milyen rendező volt ő? Ez egy érdekes kérdés. A Fábri Zoltán, amikor a két fél időt befejeztük, akkor azt mondta, hogy most jön a következő filmem, amelynek a két főszerepét te játszod, és a Sinkovics Imre. Ez egy valami Madár volt, nem emlékszem már a címére, Madár volt a címbe. És akkor az történt, hogy hétfőn indult volna a film, és vasárnap letiltották a filmet. A Fábri elhagyta a filmgyárat, elment a Várkonyihoz, a Sógorához, a Vígszínházba színházba díszlettervezőnek, és ez a magyar film sorsára is, a Fábri Zoltán sorsára is, az én sorsomra is, hát elég, hogy mondjam, minek nevezzem ezt, csapásnak nem mondom, de hát egy rossz húzás volt. Rossz húzás volt. Aztán, amikor visszajött a Fábri, akkor ő megpróbált visszalépni abba a helyzetbe, ahol ő abba hagyta a dolgot. Már nem lehetett. Mint tudjuk, nem lehetett. Aztán még egy filmjében, az utószezonban ott még engem fölakasztottak, aztán még egy másik filmjében meg én eltemettem valakit, mint pap, úgyhogy onnantól kezdve aztán kivégzés, temetés. Úgyhogy hát másként alakul a dolog, hogyha ő folytathatja a dolgot. Illetőleg utána aztán jöttek ezek a vicces filmek. Bár azért nem panaszkodhatsz, hiszen kitaláló szerepeket kaptál másoktól is. 10 000 napra gondolhatunk. Hát én szegény legényekre, Feldobott kőre, hogy csak a sorozat filmjeit említsem. Igen, hát én sok filmmel játszottam, meg nagyon sok tévéjátékban játszottam. Igazából, amire azt mondhatom, hogy ottam... Ugye megint hivatkoznom kell a kínai bölcsre, Lao Tse, nyilván ismerős a név. Ő azt mondta, hogy az értelem fénye csak akkor értékes, ha a szellemet ragyogja be. Ez a hatalmas tudás. Na most Petőfi ezt úgy fogalmazta meg, ha majd a szellem napvilága ragyog minden házablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán. Enélkül nincs. Tehát, hogyha a művészet mindössze annyi, hogy kiszolgáljuk a közönséget, akkor azt a cipőboltba kell a közönséget kiszolgálni. Vagy ha a művészetet cipőboltá tesszük, akkor valaki azt kiáltotta együtt, hogy nem leszünk mások, mint politikai fogyasztók, mert a művészetet a piac szintjére süllyesztettük. Hát körülbelül én itt érzem magam most ebben a pillanatban. Úgyhogy szegények most térjünk még megkapták egy ezt a kérdés esélyt. Erejéig vissza a filmre, hogy picit eleveníts fel, milyen volt Fábrival dolgozni, pláne egy első filmes színésznek. Vagy egyből otthon érezted magad a munkában? A jó rendező az nem az otthonról hozott marhaságait oktrojálja a vele együttműködő emberre, hanem nézi, hogy mit csinál. És hogyha az nem egyezik azzal a céllal. De ő neki megvolt ez a célja, ez a szellemi célja, tehát az ő képessége az a szellem felragyogtatását vette célba. És ennek normális embernek ehhez hozzá kell állni az embernek. Tehát ilyen konfliktus ebben nem volt. Az, hogy ott azt hogy csináljuk meg, azt azért leginkább azt figyelte, hogy én hogy csinálom meg, mert hát nem ő járkál ott, hanem én. Az én lábom meg az én kezem van.
Tehát arra ő nagyon figyelt, hogyha valami olyan volt, hát akkor azt mondta, hogy és akkor ezzel rendben volt a dolog. Úgyhogy semmiféle konfliktus vagy ezért nem volt abban, hogy hú Istenem, ja Istenem, nem úgy, hanem amúgy kell csinálni. Mert a szellem, ami ő meghatározta a Fábrit, ő nem egy ilyen dumás, ő nem volt egy ilyen dumás ember. A szellem viszont vonzotta az embert, mint a lepkét a lámpafény. Úgyhogy ez semmiféle ilyen különösebb konfliktus nem volt. Ez ugyanolyan volt, mint az Ádám Otto a Madách Színházban, aki pontosan tudta, hogy ha valakinek akart valamit mondani, akkor nem az, hogy kérlek szépen, utána állj majd be és szaladj arra át, mert most ez nem jó így, hanem akkor megfogta és elsétáltak a színpad hátsó felébe, és csendesen elmondta neki, és onnantól kezdve ő mesélte, hogy a Bessenyei Feri játszotta a híres Ványa bácsit, a Gellért rendezte a Katonai József Színházba. És ő volt az Asztrov doktor, a főszereplő. És azt mondta Ádám Otto, hogy a Feri a főpróbáig egyszerűen nem tudott mit kezdeni ezzel az egészen, meg saját magával. És azt mondják, hogy a főpróba előtt egyszer a Gellért megölelte, elvitte őt, sétáltak a színpad hátsó részébe, és másnap a Feri zseni volt. Én már csak azt láttam a zseniális Bessenyeit a bemutatón. Ennyit tud csinálni egy jó rendező? Hát mert a normál kapcsolat az egy emberi kapcsolat. Az nem egy utasító kapcsolat, meg nem egy... Az egy... Hát egyrészt valami cél kell, és azt a célt nekem el kell hinni. Ugye azt mondta ez meg a Konfuce volt, azt mondta, hogy akik különböző úton járnak, nem adhatnak egymásnak hasznos tanácsot. Ezt most hirdetni kéne nagy posztereken itt kín, amikor azt mondják, hogy beszéljük meg. Nincs mit megbeszélni, ha én Nyíregyházára megyek, te meg Bécsbe, akkor nekem nem mondd el az állomásokat, mert azzal én nem tudok mit kezdeni. Ennyi a dologról. Még egy kérdés, ebben a filmben egy Géza nevű, Karácsony Gézát játszod. Mikor láttad legutóbb a filmet, milyen emléked van erről a figuráról? Azt akartam volna még megkérdezni, hogy mint első filmes színésznek volt benned feszültség? Ami aztán... Mondom, hogy rengeteget játszottam a főiskolán ezekben a vizsgálatokban, tehát ez a dolog, ez nincs abban semmi különbség, nincs a játékfilm, vagy a film, nem, nincs, semmi különbség nincs, nincs. Ez, hogy mit látok, vagy mit nem látok, hát egyrészt az emberben van valami cél, hogy először is megkap az ember egy szerepet, akkor nagyon messze látok ott valakit. És akkor az lassan jönni kezd. És hogyha a premierkor beülök az öltözőbe, és a tükörbe belenézek, és ő ott van, és visszanéz rám, akkor azt mondom, hogy megvagyunk. Ha nem néz vissza, akkor, bocsánat, onnantól kezdve ez egy mechanika. Szöveget tudja az ember, tudja, hogy erre megyek be, arra jövök ki, de ez olyan, ez a dolog. Tehát, hogy mit látok én most ebben a Karácsony Gézában, nem tudom. Az meglepett, amikor az utcán, még most is valaki szólt, hogy hú, amikor azt a falával tetszett, olyan nagyszerű az a falával. Nemrég volt valamelyik televíziós csatornán. Mitől lett valami, nem tudom. Ez már magyarázhatatlan egyébként, szóval ezt ma már nagyon sok magyarázó ember van, és ezt meg is magyarázza pszichológiailag, pszichiátriailag, fizikailag, esztétikailag, mindenképpen ennek semmi értelme ezeknek a magyarázatoknak, ezek hülyeségek mind természetesen. Hát az vagy fénylik, hat, megragad, vagy nem. Úgyhogy én ezekben nem hiszek a magyarázatokban, úgyhogy a kritikusokat is azért nem szeretem, mert ő honnan tudja, hogy én mit akarok csinálni. Hát egyúton kéne mennünk, akkor igen. De hogy ő jön a maga marhaságaival, és azt elmondja nekem, azt mondom, hogy uram, hát Isten éltessen, hát mit csinálj? Nem tudok vele mit csinálni, de hát nem tud vele csinálni senki semmit, csak miután őket hatalomba rakták, mindenki azt hiszi, hogy oda kell figyelni. Nem kell oda figyelni egyáltalán. Csehovra oda kell figyelni, meg a Shakespeare-re oda kell figyelni, meg a
Fábrira oda kellett figyelni. Ezt fogjuk tenni mi is, hogyha ebből szabad egy végszót csinálni, hogy odafigyelünk Fábrira. Nagyon jó szórakozás mindenkinek. És nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen magas gondolatokat kaphattunk, hogy bevezetésképp. Csókolom, viszontlátásra.